Körutat kezdett a balti államokban a lengyel miniszterelnök. Mateusz Morawiecki többek között arról tárgyal, hogy milyen újabb intézkedésekkel lehetne büntetni a fehér orosz vezetést a mesterségesen előidézett bevándorlási válság miatt. A lengyel határőrök szerint a fehér orosz katonáktól rendszeresen kapnak segítséget az unió külső határánál összegyűlt közel-keleti bevándorlók. Tegnapról mára megint voltak éjszakai áttörési kísérletek. Folyamatosan húzzák fel a drótkerítést a katonák Észtország keleti határvonalán. Egyelőre egy 40 kilométeres szakaszon állítanak fel három rétegben szöges drótot, azonban a tervek szerint később tovább erősítik a védelmi rendszert. A balti államban annak ellenére növelték a készültséget, hogy nem határos fehér Oroszországgal, ahonnan most több százan próbálnak illegálisan bejutni az Európai Unióba. Az észt hatóságok azonban attól tartanak, hogy a migránsok északabbra orosz területről próbálkoznak, ha továbbra sem járnak sikerrel a lengyel, a litván vagy a lett határon. Az észtek nem csak kerítéssel erősítik a határvédelmet, hanem hadgyakorlatokat is tartanak. Emellett mintegy 100 katonát küldtek a héten Lengyelországba, ahol a legnagyobb a migrációs nyomás. Amikor korábban egyeztettem lengyel kollégáimmal, akkor úgy vélték, hogy a politikai támogatás elég számukra. Azóta azonban változott a helyzet, és gyakorlati segítséget kértek. Úgy tudom, hogy az Egyesült Királyság szintén küldött egységeket Lengyelországba, nyilatkozta az észt védelmi miniszter. A további együttműködés lehetőségéről pedig Kaja Kallas észt miniszterelnök tárgyalt lengyel kollégájával vasárnap. Nem látjuk, hogy csökkenne a feszültség Fehér Oroszország és az Európai Unió határán, éppen ellenkezőleg a támadás nem enyhül, mondta a találkozó után az észt kormányfő. A lengyel kormányfő Tallinnból Vilniusba utazott, ahol litván kollégájával Ingrida Simonitével is tárgyalt a fehér orosz határhelyzetről. Ez a konfliktus nem csak Lengyelországot és Litvániát érinti, hanem egy kísérlet a NATO és az Európai Unió keleti határának áttörésére. Indokolt az intenzív diplomáciai munkát Mateusz Morawiecki. A lengyel hatóságok ugyanis arról számoltak be, hogy a nyomás a lengyel határon az ígéretek ellenére nem enyhült, a fehér orosz határőrség teherautókkal szórja szét a migránsokat a kerítés mentén, csak szombaton 208 illegális átkelési kísérletet regisztráltak. A korábbi hetekhez képest csak annyi a változás, hogy ismét kis csoportokban egyszerre több helyen próbálnak bejutni az illegális bevándorlók Lengyelországba. Az Európai Unió szerint Alekszandr Lukasenko elnök szándékosan idézte elő a helyzetet, válaszul a Fehér Oroszország ellen bevezetett szankciókra. A minszki vezetés azonban továbbra is tagadja, hogy migránsokat szállítottak volna az Európai Unió határához, vagy bármilyen más módon segítenék őket a határátlépésben. Szerintük csupán humanitárius segítséget nyújtanak. A Belta Fehér Orosz Állami Hírügynökség például olyan képeket közölt, amelyen fehér orosz katonák ételosztó sátrakat állítanak fel egy olyan épület mellett, amelyet menekült szállássá alakítottak át, és amelyben a tájékoztatásuk szerint 2000 embert helyeztek el.